Hello! Mai téma az, hogy lehet, hogy majd ki fog égni a lámpa itt a fejem fölött, akkor mi nem ijedünk meg. Mai téma, hát japán felsőfok, ugye én erőszakmentes kommunikációt is próbálok tanítani a határmeghúzó csopiaimban. Az erőszakmentes kommunikáció, az a szívtől szívig történő kommunikáció, azt szoktam mondani, magyar embernek olyan, mintha japán felsőfokon szeretne megtanulni. Nagyon idegen tőlünk, nem használjuk ezt, nyugatabban, fejlettebben, társadalmakban használják. Nekünk nagyon szennyezett a nyelvünk, tehát nagyon agresszíven, indulatosan, kurvanyázva kommunikálunk. De van egy nyelv, amit Marshall B. Rosenberg úgy hív, hogy a természetes anyanyelvünk, ez az empatikus, szívtől szívig történő kommunikáció. Én ezt két emberrel tudom gyakorolni. Egyen leginkább, ő a legjobb barátnőm, tehát vele ilyen nagyon magas szinten, tisztán, asszertíven, szívből tudok beszélgetni, és ő is velem, sőt, inkább ő velem, és tanulom. Meg a férjemmel is próbálkozom, de hogy ez magyar ember számára tényleg nagyon nehéz, tehát egy ilyen narcisztikus, bántalmazó, agresszív társadalomban, mint a miénk, empatikusan kommunikálni, hát mindjárt látni fogjátok a példát, hogy olyan, mintha hülye lennék, vagy hülyeségeket beszélnék, de ez a megváltás kommunikációja, ez a tiszta kommunikáció. Na nézzünk egy standard példát. Andi, ugye klasszikus. Andi szingli, Kriszti szingli. Andinak nincs önértékelése, önbecsülése, önbizalma, mint a magyar nők jelentős részének, nincs jó állapotban, nem járt pszichológushoz, nem szereti magát, bántalmazott gyerekkor, stb. Kriszti hasonló. És hát amikor még mind a ketten szinglik, ugye addig hát nagyon jól tudnak barátkozni, ugyanazok a problémáik, ugyanúgy örülnek, ha a másiknak nem jön össze a randi, mert hát a ketten vannak a bajban. De hát felborul az egyensúly, és hát Krisztinek megérkezik Pintér tenya, szőke herceg márványfasszal fehér lovon, és hát Krisztire rápattan a rózsaszín napszecska, elönti a szerelem, elöntik a hormonok, az endorfin, az adrenalin, az oxitocin és mindenféle kémiai vegyület. És hát Andi szegénykém ott maradt hoppon, bajtárs, sorstárs nélkül, és hát valahogy erről kommunikálni kéne. Nagyon sok ember hiszi azt, hogy tud kommunikálni, én nem nagyon ismerek olyan embert, aki tud. Rengeteget szoktak beszélni az emberek, nők, férfiak egyaránt. Én azt szoktam mondani, hogy ismerek olyan embert, aki egész életében beszélt, de még soha nem mondott semmit. Tehát a kommunikáció az nem az, hogy fossuk a szót reggeltől estig, tehát mindjárt meglátjuk, hogy milyen a tiszta kommunikáció. Ugye itt Andinál és Krisztinél keletkezik egy kommunikációs gát, Kriszti ugye áradozik Andinak az új fasziról, hát Andi a háta közepére nem kívánja ezt a sztorit, ismerem, mert hát sokáig voltam én is Andi, 40 évig hamar elrepült. És nekem is mindig mondták a barátnőm, hogy a hátam közepére nem kívántam az egésznek a meghallgatását, de akkor nem voltak eszközeim, hogy ezt kommunikáljam. Tehát Andi úgy van vele, hogy inkább most így nem akar válaszolni csetüzenetekre, meg igazából nem akar telefonálni, kicsit így sündisznók gömbhalba vágja magát, hogy így nem akar Krisztivel időt tölteni. Kriszti meg ugye, mint minden ember, mint a közösségi média is nagyrészt arra épül, hogy hát élménye van, történt vele valami, jogos igény meg szeretné osztani Andival, de hát valljuk be, nem biztos, hogy Andi erre a legjobb ember. Tehát Andi el van akadva, ugye mit csináljon ezzel a helyzettel? Nem meri megmondani, mert ugye az erőszakmentes kommunikáció lényege, hogy érzésekről beszélünk, de hát attól majdnem mindenki retteg, hogy jaj, csak az ne legyen, csak érzés ne legyen. Tehát nem meri megmondani az érzéseit, úgyhogy kitalál mindenféle dolgokat, hogy nem ér rá, meg túlórázik, meg most inkább másra fókuszál, tehát így megy a maszatolás, himi-humi. Úgyhogy megmutatom, hogy hogyan lehet úgy kényes témákról kommunikálni, hogy egyáltalán nem bántjuk meg vele a másikat. Ez lesz itt Kriszti, mert ott csinálok neki egy ilyen zsebkendő, tehát ez lesz itt Kriszti, és ez lesz itt Andi. Most azt feltételezzük mindkettejükről, hogy borzasztó magas szinten vannak erőszakmentes kommunikációba, hozzáférnek az érzéseikhez, 30 évet jártak terápiába, boldogok, kiegyensúlyozottak. Tehát, hogy feltételezzük róluk mindazt, ami társadalmunk nem. Kriszti.
Andi, jól érzem, hogy az elmúlt napokban el vagy tűnve, hogy fáj neked esetleg, hogy én az új párkapcsolatomról beszélek neked? Igen, Kriszti, én azt érzem, amikor Jenőkéről beszélsz, hogy dühös, agresszív, szomorú, indulatos, frusztrált és feszült leszek. Nekem nagyon fáj az, hogy én egyedül vagyok, én is vágynék egy társra, és amikor te csillogó szemekkel arról beszélsz, hogy te milyen boldog vagy és milyen szerelmes, akkor én irítséget és féltékenységet érzek. A, jól értem, hogy te is arra vágynál, amire én, hogy legyen egy támogató, empatikus, szeretetteljes kapcsolatod, és ezt meg tud valakivel osztani? Igen, én is erre vágyom, mert hát tudod, én is régóta vagyok egyedül. Nekem nagyon fáj, hogy most elveszítettelek téged, mert hogy neked a fókusz áthelyeződött a párkapcsolatra, amit természetesen megértek, és én azt érzem, hogy nagyon magányos vagyok, és nagyon szomorú. Én ezt értem, Andi. Nekem arra lenne szükségem, és az az én vágyam, hogy el tudjam mondani azokat az érzéseket, amik bennem vannak, és én most boldogságot, örömöt, kiteljesedettséget, szeretetet érzek, és nagyon átérzem azt, amiben te vagy, és én most ehhez nem tudok kapcsolódni, mert én most párkapcsolatban vagyok. Hogyan tudnánk úgy jóban maradni, hogy ne okozzak neked fájdalmat? Ugye érezzük, hogy már teljesen elrugaszkodtunk a valóságtól. Andi, arra lenne szükségem, hogy ameddig én nem találtam magamnak partnert, és amíg ekkora bennem a fájdalom, a hiányérzet és a szomorúság, addig nekem nagy segítség lenne, ha nem beszélnél Jenőkéről, és nagyon jó lenne, ha mondjuk találnál olyan barátnőket, barátokat, akik szintén most azon a rezgés szinten vannak, mint te, mert most nálunk felborult az egyensúly, azt érzem, és én nagyon szeretnék veled jóban maradni, és nagyon szeretnék veled időt tölteni. Meg tudjuk azt csinálni, hogy a magánéletbeli dolgaidat egy másik emberrel beszéled meg, és máshonnan elégíted ki azt a szükségletedet, hogy ezt az élményt megoszd valakivel? Kriszti? Igen. Azt hiszem, értem azt, ami benned zajlik, hogy neked nagyon fáj, amikor erről beszélek. Én ezt akkor tiszteletben tartom, és van két másik barátnőm, akkor velük megbeszélem a Jenőkés dolgot, és figyelembe veszem a te érzéseidet és szükségleteidet, és veled pedig olyan témákra fogok beszélgetni, ami neked nem fáj. Rendben van ez így neked? Igen, rendben van, és köszönöm szépen. Mi volt ebben olyan kurva nehéz? Tehát látjuk azt, hogy ez lenne a tiszta kommunikáció, és minden időnket, energiánkat és erőfeszítésünket abba tesszük, hogy ez ne legyen. A himi-humi, a mismásolás, a hazudozás, a valóságtorzítás, a félrekommunikálás, a titkolózás, a sértődés, a dacoskodás, a játszmázás, minden megy, csak tiszta kommunikáció nincs. Tehát nyugodtan lehet azt mondani a másiknak, hogy figyelj ide, én most nem bírom elviselni a te boldogságodat, mert ez nekem iszonyatosan fáj, hát én itt vagyok baszatlanul egyedül, nincs párkapcsolatom, depressziós vagyok, pánikbeteg vagyok, szorongok, szarállapotban vagyok, nem vagyok arra kíváncsi, hogy ezért hetente 25-ször dugtok meg, boldogan éltek, mert ez olyan nekem, mintha a korgó gyomorral azt kéne néznem, hogy ott az étteremben milyen jót zabálnak az emberek, miközben én majd megdöglök éhen, és nincs pénzem kajára. Hát azért ez nekem nem jó sport. Hogy figyelj, nekem ez nem jó. Ki tudunk-e találni erre valamit, hogy azért maradjunk jóban, de hogy én most ahhoz az élethelyzethez, amiben te vagy, nem tudok érzelmileg kapcsolódni. És nem volt ugye 100%-ig asszertív, de hogy ez az igazság.
De hogy ehelyett így minden van. Jaj, nem értem rá, jaj, majd beszélünk, jaj, nem akarlak zavarni, ugye a klasszik, ugye a bepasisztál, jó, hát akkor én kiszállok, nem akarlak zavarni. Ugye nagyon sok nő-nő barátság úgy működik, mint egy ilyen elbaszott párkapcsolat. Tehát, hogy azt hiszik, hogy ez egy párkapcsolat, és ha jön egy harmadik, akkor én kiszálltam. Tehát, éretlen kicsit érzelmileg. Tehát, hogy meg lehet ezt tök szépen beszélni, hogy milyen érzések vannak bennem. Irigy vagyok, féltékeny vagyok, fáj, szomorú vagyok, dühös vagyok, mindent ér érezni. Mitől félünk? Mi fog történni, ha elmondjuk a másiknak? Tök nagy segítség a másiknak, hogy ezt megérti, mert lehet, hogy nincs benne elég empátia, és nem gondol arra, hogy neked ez rossz, mert ugye csak jön a rózsaszín napszemüveggel, hogy hát képzeld el, na hát nekem sikerült, ugye. És hát akkor van egy ilyen versenyszellem, ez a párkapcsolat, hogy na, ő átszakította a célszalagot, jó, neki megvan, én lúzer vagyok, én még a dobogón se vagyok, stb., hogy ez nem egy verseny, hogy neki sikerült, kész, ő letudta az életet, beérkezett, bótiszhatva, neki megvan. Mert hogy lehet, hogy 3 hónap múlva szakítják ilyen nőkével, de az is lehet, hogy 50 év múlva, az is lehet, hogy együtt öregszenem, hogy bármi. De hogy az én életemre ez milyen hatással van, az a kurva fontos kérdés. Hogy én hogy reagálok, én mit érzek. És hogy egy olyan kapcsolatban, ahol mind a két barátnő tisztán szereti egymást, az ritka. Tehát szívből empatikusan szeretik egymást, ott ez meg tud jelenni. Tehát nekem is a legjobb barátnőmet én 98 óta ismerem. Ez eddig életem leghosszabb, legtöbb munkával járó és legszebb párkapcsolata. Most van 2022, 98. Jövőre ismerem 25 éve. Ebben voltak szünetek. Nekünk is nagyon sokszor volt egyenlőtlen a barátságunk, főleg az én részemről, mert ugye nekem szinte soha nem volt párkapcsolatom, meg nem voltak sikereim, meg semmi. És hogy tudunk és tudtunk kommunikálni mégis dolgokról, nem engedtük el egymást, hogy voltak életszakaszok, amikor külön fejlődtünk, most még nagyon össze vagyunk nőve, egy nem tudom, 10 éve nagyjából, hogy ami bennem zajlik, azt én kihányom rá szüretlenül. Nem úgy, hogy ami a szívemen, az a számom, mert ez egy elég paraszt, prostó dolog, abban általában nincs empátia, csak ego, hanem az érzéseimet tök tisztán elmondom neki, hogy figyelj, nekem ez rosszul esik, figyelj, nekem ez fáj, figyelj, erre lenne szükségem, nekem ez jó, nekem ez nem jó, mit gondolsz erről, miben tudsz segíteni, én miben tudok segíteni, tényleg kurva magas szinten kommunikálunk. Ez kommunikáció. Nem vesztünk igazából még össze, nem is tudunk összebalhézni, nem ordibálunk egymást, nincs veszekedés, mert hogy ahogy Rosenberg is mondja, a szívtől szívig történő kommunikáció az az egyetlen, ahol van probléma megoldás. Az összes többi kerülő úton nincs, a himi-humi maszatolás, hazudozás, stb. Ott általában nem születik megoldás, csak konfliktus. De amikor elmondom a másiknak a tisztán az érzéseimet, hát egyrészt ahhoz ugye jó kell lenni, mert hát olyan, mintha levetköznék mesztelenre, nagyon kinyílok, és hát el kell viselnem a frusztrációt, meg a visszautasítást. De ugye ez egy nagyon magas szint, egyrészt amikor tudom, hogy mit érzek, mert szerintem 10-ből 8 ember azt se tudja, hogy mit érez. 2, amikor el tudom mondani, mire van szükségem. Hát azt meg még kevesebben érzik, ahogy látom. És ahhoz, hogy tudjam csinálni ezt a kommunikációt, ahhoz jó állapotban kell lennem. Na most, mivel a magyar társadalom kibaszott szar állapotban van, ezért nem hallunk ilyen kommunikációt, hogy szívtől szívig történő kommunikáció, tehát halljuk az agressziót, a kurva anyád, a tiédet, jó van, akkor bepasisztál, persze, ennyi a barátság, jó van, akkor érezd jól magad, minden, úgyse leszel jó neki, jaj, láttam, olyan biztos megfogcsásod. Rettenetes, agresszív, rosszindulatú nyelven kommunikálunk egymással, miközben van egy jézusi, buddhai, szintiszta, aranyfényű, tiszta kommunikáció. Na, ezt próbálom én a csoportjaimba átadni, ez most így 14 percben nem megy, mert azt az ilyen jó 3-4 óra alatt adom át, meg ez egy módszertan, de lehet másképp kommunikálni. Tehát nem ciki azt mondani, hogy irigy vagyok. Az irigység az egy vektor, megmutatja, hogy mire vágyom. Én is vannak emberek, hogy irigy vagyok az életére. Jaj, de jó neki ez, meg és akkor tudom, hogy ja igen, hát én is arra vágyom. Féltékenység. Lehet lenni féltékenynek, hogyha van önreflexióm, hogy hát igen, féltékeny vagyok, mert hát én is arra vágyom, meg de jó neki, meg hát neki sikerült, meg hát én is olyat szeretnék. Semmilyen érzéssel nincs baj, amiről tudok, és be van azonosítva. A probléma az, hogy össze-vissza fröcsögünk, és nem is tudjuk, hogy mi történik bennünk. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, aki hasonló helyzetben van, remélem segít neki, de hogy próbáljuk ki azt, házi feladat,
hogy milyen, amikor őszintén elmondom az érzéseimet. Plusz házi feladat. Tessék beírni a keresőbe azt, hogy érzések listája, enter, és akkor megkeresni. És van egy olyan is, hogy szükségletek listája. Tessék kinyomtatni, ez kötelező házi feladat. Bármelyik jó, bármelyik weboldalról jó. A lényeg, hogy tessenek megnézni, hogy milyen érzéseink vannak, mert nem tudjuk. Nekem is meg kellett tanulni, és hogy milyen szükségleteink vannak. Próbáljunk meg ez alapján kommunikálni párkapcsolatba, barátságba, munkahelyi közegbe, hogy nézzük az érzést, dühös vagyok, frusztrált, boldog, elégedett, játékos, van egy jó pár érzésünk, és nézzük a szükségleteinket. Rá fogunk jönni, hogy kurva egyszerű érzések és szükségletek mentén kommunikálni, és össze van szennyezve. Nem csak a magyar nyelv, nyilván a többi is, de a magyar az tényleg elég agresszív, meg haragos. És hogy akkor nem baj, ha két szingli barátnőből az egyik bepasizik, mert mint láttuk, tök őszintén el tudja mondani Krisztinek a fájdalmát, hogy neki fáj, hogy magányos, fél, hogy elveszíti a legjobb barátnőjét, nem tud most szívből örülni, mert ő most éppen nem itt tart, és Kriszti ezt megérti, átérzi, és neki is fontos a barátság, és megszületik a megoldás, hogy hogyan maradjunk mégis jóban. Oké? Most mindenkinek megfájdult a feje valószínűleg, mert ez egy teljesen másmilyen nyelv, és ez lenne a természetes anyanyelvünk, úgyhogy akit érdekel, most már az októberi csopi tele van, de aki érdekel, én annak ezt kurva jól meg tudom tanítani, és hogy létezik egy ilyen nyelv, ahol szeretetteljesen problémát tudunk megoldani. Halleluja! Lord Jesus! Köszönöm a figyelmet, sziasztok!